A mohácsi busok hangos, zajkeltő eszközökkel hívták farsang temetésre szombat délelőtt a város lakóit. Eredményes volt az invitálás, hiszen délutánra a Mártonáron téren több mint 1000 érdeklődő várta, hogy az alsósófalvi fonó hagyományőrző csoport és az UNESCO díjjal kitüntetett busok közösen bemutassák a farsanghoz kapcsolódó szokásaikat. A rövid ismertetőket követően a gyászmenet, mely Illést temette a sófalviak vezetésével, elindult, hogy megkerülje a város központját, a tömeg is beállt a sorba. Az első megálló a városháza volt, ahol Illéstől a siratóasszonyok vicces, tréfálkozó rigmusokkal búcsúztak, majd a szalmabábú mellett táncra is perdültek, mindezen az összegyűltek, jó szórakoztak. Sütni es kéne, mosni es kéne, meszelni es kéne, de tégedet még síratni es kéne, jó! A mohácsi busok mindeközben a lányokkal, asszonyokkal tréfálkoztak, ölelgették őket, hiszen a hiedelem szerint a birkabőrbe bújt, fűzfából faragott maszkos alakoskodók így termékenységi varázslatokat végeztek rajtuk. Aki pedig meg is szerette volna örökíteni a találkozást, fényképet is készíthetett velük. Az alsósófalviak, miután a Kossuth Lajos utcai megállónál is elbúcsúztak Illéstől, a Mártonáron térre tértek vissza. Itt a busók egy rövid táncot mutattak be, ugyanis az egy hetet felülelő farsangtemetési szokásukból nehéz lett volna többet elhozni Székelyudvarhelyre, de azt elmondták, hogy bármikor szívesen jönnek, ha meghívják őket, mert nagyon barátságosan fogadták őket a lakók. A fonó hagyományőrzők viszont, akik szintén kisebb létszámmal vettek részt az eseményen, a teljes ceremóniát eljátszották a közönség legnagyobb örömére, melynek csúcspontját a szalmabábú elégetése jelentette, mely körül örömtáncot jártak a gyászolók. A csoport vezetője, Fülöp Zoltán elmondta, a 80-as évek elején ő elevenítette fel ismét a farsangtemetést, és azóta is ápolják, tovább adják. Alsósófalván a farsangtemetésen akár 150-en is bekapcsolódnak a menetbe. Az első ízben megszervezett farsangi tiltemetést hagyományőrző szándékkal rendezte a polgármesteri hivatal, látva a nagyszámú érdeklődést, és hogy a város lakóinak elnyerte a tetszését, jövőre több csoport meghívásán gondolkodnak. A téltemetési székelyudvarhelyi ünnepséget sikeresnek értékeljük, nagyon sikeresnek. Nem is számítottunk arra, hogy ilyen nagy tömeget fog megmozgatni, és reméljük, hogy a továbbiakban és a következő években is meg tudjuk szervezni, bővíteni szeretnénk. Terveink, elképzeléseink vannak, hogy több téltemetési szokást is bemutassunk majd a városlakóknak.